Számos kihívást hozott a 2023-as év, de Románia helytelt a megpróbáltatásokkal szemben. Ez alapot biztosít arra, hogy bizakodva tekintsünk a 2024-es esztendőre, közölte újévi üzenetében Klaus Johannis államfő. 2024 minden állampolgár számára jobb év lesz, elítja a miniszterelnök is. A román állampolgárok kemény megpróbáltatásokkal és bizonytalansággal teli időszakot zárnak 2023 végén, de Románia biztonságos ország maradt, stabil kormányjal, amely folytatta az állami intézmények korszerűsítését, fogalmazott Klaus Johannis államfő az újévi üzenetében. Tagjai vagyunk a NATO-nak, történelmünk legnagyobb biztonsági garanciáival rendelkezünk, majd az ország gazdasági helyzetéről beszélve kiemelte, Románia gazdasága szilárd alapokon áll, és az elmúlt évben sikerült megerősítenie energiafüggetését.

Az év vége jó alkalom arra is, hogy optimistán és bizakodva tekintsünk a jövőbe. Hatalmas fejlődési potenciállal rendelkezünk, és a 2024-es választási év olyan döntések elé állít mindannyiunkat, amelyek meghatározzák országunk sorsát. Ezért létfontosságú, hogy minden választáson éljünk szavazati jogunkkal, ha azt akarjuk, hogy Romániát olyanná tegyük, amilyenné mi szeretnénk. Fogadjuk tehát a 2024-es évet reménnyel és azzal a meggyőződéssel, hogy együtt, minden akadályt le tudunk győzni. Újévi üzenetében már Csilcsolákú miniszterelnök kifejtette, hogy 2023-ban a legnagyobb kihívás számára a román állampolgárok életszínvonalának védelme volt. Am Intézkedéseket hoztunk a drágulások ellen. Tudom, hogy ez nem elég, az árak sokak számára még mindig magasak. Mi több befektettünk a romániai termelésbe. Ez az egyetlen módja annak, hogy romániai termékeket vásárolhassunk Romániában, és támogatni tudjuk a romániai gazdákat és vállalkozókat. Ahogy ígértük, jelentősen csökkentettük az inflációt, és remélem, hogy jövőre még tovább csökken. Újra tárgyaltuk és módosítottuk az országos helyreállítási tervet, kivettük a 9, négy százalékos küszöböt, amely 2070-ig befagyasztotta volna a nyugdíjakat. Így jövőre kétszer emelhetjük a nyugdíjakat. Az állam 30 éve halogatott reformja végre elkezdődött, befektetünk az egészségügybe és az oktatásba, megemeljük a tanárok fizetését, a gazdasági növekedéshez pedig a beruházások, nem pedig a fogyasztás járult elsősorban hozzá, mondta. Csolákú kifejtette, hisz abban, hogy 2024 jobb év lesz minden román állampolgár számára